Hello! Hello, Máté! Hello, Krész! Hol vagy? Ben vagy? Igen, jó, akkor bemegyek. Be. Hello, na mi a helyzet? Oszta, mi ez? Mit nyomsz? Monkey's Paradise-ot. Hú, hát ez gyönyörű játék. A fenébe leestem, na mindegy. A piros menjünk. Kockával kell menni a zöld kockák. Hello, Máté! Kicsit bevásároltam a GTA-ban. Amint látod ott, az egyik szerzeményem. Ez az árkád. Azta. Ami játékgépekkel van tele. De nem csak ez van itt, Máté. Akarod látni a másik látványosságokat? Aha. Gyere csak. Mielőtt megmutatnám a nagyon durva harci járműveket, amiket vettem. A Taze melle a dollárommal. Azta! Megmutatom itt az árkádot. 10 millió dollár. Pontosan. És onnan volt annyi pénzed, te lopóstól. Mi lehet ez, Máté? Játsszál ezzel. Lester Speaks. De nem jó az ilyen horror játék. Lesz. Játsszál vele! Beraktam a pénzt. Wow! Máté! Kinyílt egy nézd ajtó. Már ide. Mi ez? Az ott egy Merida Dual Trust. Aha. Az egy Merida Dual Trust? Egy Merida Dual Trust. Wow! Na menjünk. Oda be kell menni? Igen, gyere le. Mondjuk én nem szívesen megyek be egy horror karakter mögé. Gyere csak nyugodtan, semmi nem fog történni. Gyere csak utána. Jaj, ne! Na, megettél? Hát, nem. A fenébe, akkor nem most sikerült. Kevésbé ijedtem meg, mint hogyha nem lett volna egy sem. Na, azt a mi ez az alsó terület? Máté, itt nem más lehet csinálni, mint innen lehet indítani a Diamond Casino rablást. Ez most kamaj. Igen, itt van. Itt vannak na a... Na várjál, mindjárt megyek. Teendők. Innen a francba. Gyere már! Itt vannak a teendők. Először is most fel kell derítenem a dolgokat, és utána össze kell szednem a felszerelést, és utána ki kell rabolnom a kaszinót. Srácok, hogyha szeretnétek, hogy kiraboljuk a Diamond kaszinót, akkor nem mást kell tennetek, mint leírni a kommentben, hogy raboljátok ki a Diamond kaszinót! Juhú! És ezt írjátok a kommentekben, és hogyha lesz olyan komment, amin van, hány like legyen, Máté? Ezer. Ezer. Ha lesz olyan komment, amin 1000 like van, akkor kiraboljuk a Diamond Casinót, menjünk! Ja, amúgy ide nem akarsz venni lámpákat, te milyen fasfény. Hát nem én csinálom, azt a Lester csinálja. Náló srácok, ez itt egy újabb GTA-s videó, és ebben a videóban be fogjuk mutatni a Krisztiánnak a 10 millió dolláros vásárlását. Pontosabban 10 millió dollárért vásárolt Krisztián egy csomó mindent, és azt mind-mind be fogjuk mutatni. Pontosan. Máté, gyere, igyál egy jó kis kólát. Meghívlak. Már kijöttem, itt egy ilyen gyere, kövér kólát, or. Gyere, kólát, meghívlak. Jó van, me. Egyszer hívlak meg csak. Nincs izé. De nem hívsz meg, mert egy dollár. Utalját egy dollár. Átutalom a dollár. Jogi. Jó, de akkor kérem. Várom. Jó, majd a videó után átutalom. Na, oké, és... Hamnyam-nyam-nyam, de finom volt ez jó, a kaula. Még egyszer szemetelsz a árkádomban, akkor szétverom a fejedet. Na, ja, menjünk. De nem tudod szétverni. Na, menjünk, szerintem. Ja, és szerintem nézzük. Is. Viszont, Krisz, egy dolgot szeretnék elintézni, mielőtt belekezdünk a dolgokba, úgyhogy gyere utána, mert menjünk el egy helyre. Jó, kell kimenni. Itt erre, gyere. Ja. Még én sem nagyon tudom, mert a húj ez az árkád. De ez elég jó, mert innen tudunk végre heistot. Ja, húha, nagyon jó lesz. Ez az, let's go, nappal. Mi a szar? Na. Mi a szar? Mi ez? Mi történik? Nem tudom, szállj be! Kirabolnak valamit! Szállj már be! Ott van egy... megy el egy piros autó. Oké, és menjünk utána! Szerintem a bankot rabolták ki. Kapjuk el! Itt van valahol. Ott van lent. Na így kell. Ez nem droppolt valamit? De, amúgy? Szerintem valami droppolt. Szállj le! Nézzük meg! Mit tette a kis haver? Recover the stolen cash. Várjál. Recoverelm a stolen cash-et. És return to stolen cash, ahhoz a ruhabolt ott. Oké, megyek. De jó, az valami új event, ilyen eddig nem volt. Én nekem egyszer van volt. Ahó. Csak menj az utcán te. Na. Oké, és beviszem. Vigyünk be. Oké. Jó napot, hoztuk vissza a pénzt, uram! Oké, és?
Vagyis hagyjál. 20 ezer dollárt kaptam. Jó szamaritánus bónusz. Helyed, de nem is azt ad be? De, mert nekem volt egy ilyen cutscene, hogy odaadom az ének. Ja, igen? Aha, volt egy ilyen videó. Akkor jó. Na. Na, mert? Szóval. Jaj, ne. Húzzál már az ülésemből, te macsak. Szóval, Krisztián, el kell mennünk egy helyre, ami nagyon fontos. Oké, és de utána mutatom be a cuccaimat, amit vettem. Oké. Hagyjál Simeone. Most fontosabb dolgunk van a te kapasz fejednél. Méghozzá az én kapasz fejem. Let's go! Na, nézzük! Szóval, srácok, aki esetleg nem látta a Flash Commandon a videót, és esetleg még nem vette észre, kapasz lettem. Úgyhogy a karakterem is most kapasszá fog változni. Let's go! Vagy ilyen Eminem legyen. Nem, kapasz lesz. Bár nagyon szerettem ezt a hajat a karakteremnek, de mivel én is kapasz lettem, ezért most a karakterem is kapasz lesz. Let's go! Legyek én is kapasz, mert ugye én is kapasz vagyok a valóságban is. Hát, legyél. Srácok, aki szeretné látni, hogy én is hogy a valóságban, hogy kapasz vagyok, az nézze meg a Flash Commandon a kérdezz felelek videónkat, amiben levágjuk a hajunkat. Let's go! Na, ez így jó néz ki. Let's go! Jaj, ne! Ezt nem hiszem el. Köszönöm, Lucky Isha. Krisztián, erre csak egy dolgot tudok mondani. Milyen jó! Na, Krisztián, most már úgy nézünk ki, mint a milliárdosok, szóval. Jaja. Let's go! Tök jó! Nagyon jó néz ki. Akkor végre most, hogy levágtuk kopaszra a fejünket, akkor most jöhetnek a cuccok, amiket vettem. Igaz? Igen. Úgyhogy hova is menjünk először, Krisz? Hát, mondjuk menjünk a reptérre. A reptérre? Jó. Ha? Az itt van, nem messze. Wow! Na, ennél menőbb megérkezésen láttál még, Krisz, az biztos. Valóban. Na, szálljunk ki. Megvettem ezt a kicsikét. Oda tette. Hova tette ez? Mérj, akkor menjünk, mert messze tette. Menjünk oda, gyere! Aki előbb odafut, az a Benga király. Mondom, aki előbb odafut. Nekem kell nyernem. Büdös csaló! Tönkreneted! Na jól van. Ez az, én futottam ide előbb. Ez itt a Terror Byte. Terrorháza. Igen, ez itt a Terror Byte. Gyere már, te így bevezetlek. Én sem voltam még benne egyszer sem. Igen. És ez mit csinál? Azt a micsoda grafikonok. Az mi az oda? Be lehet állni? Hogy mi az? Hol vagy, Krisz? Bezárt ide, bezárt! Ja, nem tudok exitálni, jó van. Ezt mit lehet itt csinálni? Semmit. Na, Máté, ez itt a Terror Byte. Van az az Oppressor Mark 2, az a, az a repülőmotor. Az a repülőmotor, na és ez a Terror Byte kell ahhoz, hogy ezt tudjad upgrade-elni, csak nekem még nincs megvéve, mert csak annyi volt, hogy ez 70%-kal le volt értékelve ez a Terror Byte, és megvettem. És innen lehet egy-két küldetést is indítani, meg ilyesmi, annyira nem nagy durranás, de nem rossz. Aha. Meg a nightclubba kell ilyen kiszállítós járműnek. Na jól van, ez még nem olyan izgalmas, ennél még sokkal izgalmasabb járműveket vettem, úgyhogy szerintem menjünk is ki, és nézzük is meg őket. Igazam van. Aha, de ez mi a szar? Mi ez? Mit lehet ezzel csinálni? A baromság. Most mondtam el! Küldetéseket lehet belőle indítani. Húha, nagyon érdekes, és valami különleges feature, mondjuk rakéta, vagy gyorsaság, vagy bármi. Teligyűjtöd a nightclubot cuccal, akkor ezzel kell kivinni. Plusz azt a Oppressor Mark 2-t itt ott tuningolni. Na. Ja, hát ez marhára érdekes, szóval semmit nem ér. Rabbantjuk fel! Hője a barom! Francba eltűnt. És túlélte a király. Na, ott egy motor! Azaz, matrunk van! Gyere, szállj fel, Krisz! Na, Máté, jól van. Jönnek a rendőrök, gyorsan. Nem a baj, nyugi. Na, igen, és akkor mit is kell csinálni? Vagy... Máté. Na igen, és akkor mi is a következő? Máté, van egy kérdésem. Igen? Szerinted melyik szerzeményet próbáljuk ki előbb? Repülőt, vagy igen? A tankot? Hát, a tank a sokkal izgalmasabb, szóval akkor először a repülőt. Oké, és akkor menjünk vissza, hogy
te mondjuk ülj be abba a repülőbe, de nem, mert majd te is kipróbáld az a repülőt. Jó. Csak először majd, először megmutatom. Csak először aztán... rázzuk rá rendőröket. És milyen repülő ez, Krisz? Mesélj róla. Hát Máté, van egy olyan érzésem, hogy el fogsz szájulni. Ugyanis ez a legjobb repülő, amit csak venni lehet a játékban. Oké, na leráztuk a rendőröket, és akkor mi a szar, eltűnt a Krisz? Ja, mert leszállt. Itt vagyok, nyugi. Akkor szerintem jövök is ide a kicsikét, igaz? Aha. Jó, bárja, mert átalakítottak mindent, és meg kell keresnem. Na jó, Krisz, milyen jól áll a kapaszság? Ugye, nekem minden jól áll, mert az ilyen jó kép srácnak minden jól áll. Máté! Máté, mi csak az? Lassan gyere! Nehogy megégesd magad a menőségtől, amit ez az repülő képvisel, ami nem más, mint az F-160 Raiju. Azta! Wow! Máté, várjál, befattanok! Azt is ilyen amerikai zászlós! Aha, azt én tettem rá. Kicsit bemutatom neked, jó van? Jó, mutasd. Oké, és? Ajaj! Ajaj! Oké, okay, nézd látna, várjál! Na! Nézd meg a Raiju-kámat, hogy hogy megy, jó? Ez most komoly. Először is nézd meg, hogy hogy megy. Aha, hát ez eddig egy ilyen sima repülő. Aha, és akkor mutatok neked mindjárt valami nagyon szupert, jó? Na mutass. Már egy kicsit elrepülök feletted. Wow! Na, izgalmas volt. Azt a menő volt. Jó lassú. Nem az én mondom. Az agyi felfogásod az a lassú. Az ja, jól megyek. Az agyi felfogásod. Várjál, rá kell állnom a pályára. És utána olyat mutatok, hogy elájulsz. Menjek fejjel, elmenjek feletted fejjel lefelé. Aha. Hát ez rossz ötlet, de meglátjuk. Jót. Aztá, menő. Na okay. Igen, és van valami különlegessége ennek a repülőnek? Mondj, van valami különlegessége. Mindjárt meglátod. Elég jónak tűnik, elég jó, de hát miért jobb, mint a Deluxo például? Mi? Mi a szar ez? Kis haver, ez a gép, ez tud lebegni. Avengers! Bizony, a kis Avengers gép. És mivel ennek van robbanós lőszere... Be tudok szállni? Ezért... Hát nem, mert csak egyszemélyes, ja, de mindjárt mutatok meg. Mi ez a sok helikopter? Nézd meg, mennyi helikopter van. Kettő. Nem. Egy, kettő, három, négy. Meg plusz egy repülő. Aztán, na ez így menő. Ez így látod? Menő. És ez így fel is tudsz szállni közvetlen legyből? Vagy van repülőmód, meg ilyen lebegőmód? Vagy hogy van ez? Nézd csak ide. Igen, van levegőmód, meg repülőmód. Na, akkor most oda pörköljek egy párat a helikopterecskéknek. Aha, pörkölj. Ó, oh, és ez milyen rakéta ez? Ez nem rakéta, ez gépfegyver, csak ilyen robbanós lőszer van. Ja, igen. Ha? Na, az menő mondjuk. Let's go! Jaj, ne! Itt vannak a büdösek. Ajaj. Várjál, lerázom a renyákat. Ja nem, csak följön a Lestert. Ha-ha-ha. Ja, engem nem is követnek. Krisztián, esetlegesen véletlenül én is beszállhatok és kipróbálhatod? Persze, nyugodtan kipróbáltad, na, mindjárt. Na, kószálják felé. Na, leszállok, és már is kipróbáltad. Ha-ha-ha. Okay. Mondom, hogy hogy kell irányítani, jó? A fegyvereket azt tudod, hogy kell változtatni. Igen. Oké, és a left sticket, hogyha csak megnyomod, akkor kibe kapcsolja a kerekeket, tudod, kibe teszi. És hogyha hosszan nyomod a left sticket, akkor vált a repülési módok között, szóval akkor van repülőmód, meg lebegőmód. Ha, értem. Így lebeg! És igen. A RB-LB-vel mozgok? Azzal tudsz forogni, és ugye az X-el tudod változtatni a fegyvereket. Igen, van missile. És milyen missile van ebben? Hát én általános. Oké. Okay. És akkor, hogyha feljebb szállok, és a repülési módot megváltoztatom, akkor elkezdek lezuhanni. Próbáld ki. Wow! Juhu! Hát igen, ez így menő. Na hát, hogy tetszik? Az szuper! Repülőgépem. Nagyon epik. Hát nehezebb sokkal irányítani, mint a Deluxót. Igen. Ja, de hát nyilván ez egy repülő, és van többféle módja, meg minden, szóval ez azért más. Igen, viszont szerintem pont emiatt egy kicsit lehet, hogy jobb.
Ja, meg ezt meg kell szokni. Viszont ez a festés, ez nagyon király. Ja, ez nagyon király, és nagyon jól néz ki ez a repülő, szerintem. Nagyon igen, jó nagyon az alakja, meg minden. Szóval, ez nagyon szuper. Srácok, írjátok le kommentben, hogy hányasra értékelitek egy 1-től 10-es skálán a vadonatúj Raiju F-160-as repülőmet. Ja, biztos, hogy nem tudok beszállni? Biztos, hogy nem, hát nézd meg, csak egy helyen van. Hát te itt is van egy kapu. Az nem az. Mindegy, beszállok, és akkor próbáld meg. Nem tudom, mert csak ki akarsz hátni téged. Na Krisztián, egy kicsit próbáljuk ki, hogy tud zúzni ez a járgány. Oké, vagy járgány. Beszállok én a Deluxóba, te meg Cyberbe. Nem, te Cyberbe. Hívom a Deluxót, és akkor megyek veled. Egy az, hogy megnézzük, hogy akkor hogy a kettő milyen együtt. Mármint, hogy összehasonlítjuk a kettőt. Illetve megnézzük, hogy tud ez zúzni az autópályán, mondjuk ez a repülőgép. Kíváncsi leszek azért. Milyen jó hangja van. Na, itt vagyok. Jó, akkor álljunk be, versenyezzünk egy picit. Jó. Várjál. 1, 2, 3. Na mi van, hol vagy? Úgy leelőztem, mint a fene. Mi a szar? Persze, hogy mész ilyen gyorsán. Jó, mondjuk az repülőmód. Jaj. Várja. Olyan vagy, mint egy ilyen kis, ilyen papír. Oké, és na itt is vagyunk az autópályánál, álljunk meg, és kicsit zúzzunk. Oké, hát próbáld ki a zúzást. Válts zúzás fokozatba, Krisz. Mert. Azta. Azért elég epik. Na ez durva, és ez kifagy? Nem. Ez örökre van, ez a lőszer. Azta rohadt, ez azért mondjuk egy kicsit epik. És könnyű vele így lebegni? Nem olyan nehéz. Ja. Hát mondjuk, ha most összehasonlítjuk ezzel. Ebben nem lehet ilyen izét? Abba sajnos nem, abba csak sima van. Pedig az nagyon OP lenne. Várjál, rá tudok szállni vajon? Kipróbáljuk. Jaj, rám-e tudsz szállni? Aha. Próbáljuk meg. Let's go! Ez az megvan! Várjál, kinyírom a rendőrhelikoptert! Hát sikerült végül is, nem? Miért nem sebzem? Mi átlövök rajta. Jogi Krisz. És kilőttek. Megöltek a fülkében. Megöltek. Gyorsan visszaküldeni? Hát nem tudom visszaküldeni. Eltűnt veled. Veled együtt. Ja, oké. Gyere Krisz, szállj be! Oké, és? Ne, kilőtték a gumim. Gyorsan, befattanok. Gyorsan. Kilőttek 8 gumimat! Oké, és Máté, meg kell menekülnünk. Várjál, megint hívom a Lester, de már szerintem nem tudom még. De már szerintem nem tudom még. Na, Krisz, challenge. Eltalál vajon a egyik szélturbina? Szerintem nem. Woohoo! Aszta! Ezt se talált el. Aszta, ezt se talált el. Na, és majd ez eltalált. Dehogy talál. Miért ugrak ki? Ülj, barom! Ülj át, kis haver! Nem akar átülni! Kell az autóm! Ülj át az első helyre! Nem kell átülni, Krisz, mindjárt lejön hozzám. Tudja, hol a gazdája. Csaptába estem a Máték autójába. Nyugi, visszajön hozzám. Tudja, hogy hova kell jönnie. Azt, ahogy az belőltem. Az igen, szépen beszálltam. Na jó, van, menjünk szerintem valami út mellé. Jaj! Ez nem is farag, azt úgyis eltalált. Na menjünk. Most eszembe, tudod mi van még? Nem itt. Hallod? Van még a autóshoppom, ahol az autók, ahova autókat lehet venni. És az olyan jól néz ki az a hely, megnézzük. Hát, hogy érted? Mi az, hogy értem? Azt még nem most vettem, az korábban, de még nem mutattam a srácoknak. Olyan epikű néz ki, hogy nem igaz. Benyomom a waypointot, benne a városban van egyébként. És akkor ott a városban majd előhívom a tankot, mert az bárhova tudom hívni, azt hiszem. És akkor majd ott zúzunk a városban a tankkal. Hú, alig várom. Ja, azt a utcára is ki tudja hozni. Igen. Jó, Máté, ide kell leszállni a parkolóba. És gyere be, és ámulj el, hogy milyen jól néz ki. Én nem kéne lecsukni az ajtót, te büdös tök. Nem. Tuti Supis Auto Shop. Akkor ez valószínűleg a tiéd lesz. Fúj! Miért? Ez a fal, ez rohadt jól néz ki, de az a padló, az valami undormány. Mi undormány? Oszta, milyen királyú néz ki! Let's go! Ez inkább ilyen
agymenő, vagy mi, halálos agytröttyenést akaz. Asta, let's go, let's go, who the yo, ez autoshop, who the yo. Yeah, baby, de jó, ez az autoshop. Aha. Azt a mindenséget milyen jó néz ki. Hé, hey, ezek mik? Ez a rakétakocsi, de ez micsoda? Ez a rakétakocsi, ez a gokárt. Gokárt, van gokártad? Na persze. Még volt is lájkos kihívás a srácoknak, hogy gokárttal versenyzünk, hogyha lájkolják, mit tudom, hogy menjen az egyik videót, és nem lájkolták, úgyhogy nem versenyzünk gokárttal. Igen, és ez meg az a ilyen hidraulikás kocsi. Ja, ez Krisz, ez a fal, ez itt, uh-huh. Ez valami elképesztően nagyon királyul néz ki. Ez de házamba csinálnék ilyen falat, komolyan mondom. Hát, ez nagyon epikül, nagyon királyul néz ki. Amúgy tényleg epik. De szerintem az egész nagyon jól néz ki. Srácok, szerintetek hogy néz ki? Mert szerintem meg a király. És ilyen falat csinálna a házadban? Olyan kéket nem, de az a piros, az nagyon tetszik. Az nagyon ja. Főleg ilyen feketébe, azta! Ilyen ezüstös. Ja, ilyen ezüstös feketés. Ja. Máté, és gyere, hadd mutassam be a játék legidegesítőbb NPC-jét. Gyere be ide fel. Jó. Ja, ott van. Ej, miért nem lehet ütni? Jó, hát ez már most idegesít, pedig még csak két szót mondott. Wow, na és itt mit lehet csinálni? Mit lehet csinálni? Nézd ki a korláton. Igen. Kinézni a korláton elsősorban. Aha. Na igen, ja. Meg lehet támaszkodni, igen, és még aha. Mit lehet csinálni? És ennyit lehet. Nem, nem ennyit lehet. Nézd, azt lehet, hogy... Hagy. Itt van a izék, itt vannak ilyen mini rablások, és akkor ott láthatod, hogy mennyi pénzt lehet érte kapni. A legdrágább, azt hiszem 300 ezeret kapsz érte. Ja, szóval autókat kell lopni. Hát nem autót, például van, hogy aranyat kell lopni. Én csak azt csináltam, mert azért 300 ezeret kapsz, és az a legjobb. Aha. Ja, úgyhogy ezt lehet csinálni, mini rablásokat, akkor vannak itt ilyen, ilyen autójavítás, de ezért ilyen 20 ezer pénzt kapsz, szóval semmit nem ér. Krisztián! Csak mondom, hogy már $2 tartozol. Hát ki mondta, hogy vegyé? Azt nem mondtam, hogy vehet. Püdes csalód! Gyere, itt viszont a snackjeid. Jó, akkor itt van a $2. Nézd, gyere ide, és akkor itt töltsd fel a snackjeidet, és akkor vissza, kamatostól visszafizetődik. Azta, így free. Hát ezt már csak ezért megéri megvenni. Na, jó van, feltöltöttem. Okay, jó van, elfogadom $2 cserébe. Jó na jó, nem, másfélért, úgyhogy még $1 tartozol. Erről beszélsz. Ja, de most hova megyünk? Nem itt mondtad, hogy itt leszünk a városba? Itt vagy menjünk bejebb a városba? Hát, bemeltünk a középére. Na már tényleg nyomunk itt egy gladiátor bunyót itt a mézbengnek a tetején. Aki nyer, azt kapja meg a deluxót. Hát ez az enyém, szóval nem tudod megkapni. Na, aki előbb elhagyja a piros vonalat, az a mega csicsköt. De a nagy pirost, vagy a kis pirost? Melyik a nagy piros? Hát itt körül. Jó, akkor aki először elhagyja a kis pirost, uh-huh. Az egy csicska. És aki először elhagyja a nagy pirost, annak meg le kell ugrani a... Először az a menet lesz, hogy elhagyod először a kis, uh-huh. Kis pirost, és a nagy piros az meg a második menet. Jó. És egyből következik. 3, 2, 1! Nem hagytam még el! Jaj! Haha, ez az, ő pedig elhagyta! Ne, ez az, szóval te vagy egy csicska, oké? Jó? És most jön a nagy kör? De ez így olyan szar. Igen, mert associate-em vagy. Let's go! Milyen bait-et nyomattam. Le kell ugrani. Jó, na várja, beszállok akkor a deluxóba, és akkor jó. Nézem, és hogy és akkor leugrasz. Úgy kéne, hogy alám jössz, és rád esek. Hát nem. Na gyerünk, Krisz! Ugorj! Jó. Szóljok a mehet. 3-ra mehet? Mehet. 1, 2, 3! Azt a mi a... Hogy tudsz ilyen gyorsan esni? A francba, ki akartam nyitni az ejtőernyőt. A francba nem láttam semmit, olyan gyorsan estem, mint az állat. Ezt a bénát, tipikus. Na mindegy, lehet ez volt a büntetésed. Na, ja, de most én jártam szarabú, mert én most csicska maradtam, te meg csak... Mert ja, te meg ugyanúgy játszott a vett. Haha, let's go. Na, jó van, hol vagy te? Na, Krisztián, ne húzzuk tovább az időt. Fogd meg azt a tankot. És hívj ide.
Rendben, Máté. A srácok még nem is látták ezt az elképesztő tankot, úgyhogy... Meg én se. Hívja, amúgy te sem. Milyen. Én ezt nem értem, Máté. Hova tette ezt a tankot? Várj, gyere. Menjünk. Keresgéljük itt az utcán. Hol lehet? Nem tudom. Te látod, hogy hol van a tank? Nem tudom. Azt mi ez a nagy dugó? Dugó? Aha. Mászunk fel erre a nagy tankra, hogy körülnézzünk, hogy hol a tank. Hát nem tudom, miért van ilyen nagy dugó. Máté! Mi azta! Ezt figyeld, mekkora gépfegyver! Azta, mekkora gépfegyver! Honnan jött ez a gépfegyver? Ja, miért van itt ez a gépfegyver? Krisztián, hát ezt hogy nem vettük észre? Hát kiszúrja a szemünket, olyan óriási! Ez a nyírfa itt mellettünk! Wow! Tényleg, ezt sem vettem észre. De én nem arról beszéltem, Krisztián! Hanem az óriás Arkádiusz felirat. Mit dudálnak ezek a hülyék? Olyan, mintha valami elállná az útjukat. Ja. Nem lehet, hogy az az óriás fekete tank az. Máté, tényleg? Hát mi itt keressük a tankot, és közben meg itt állunk rajta. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Máté, tudod mit? Rám itt ne dudálgassanak ezek az emberek, úgyhogy pattanjunk be a tankocskába. Oké. Okay. És... pörköljünk oda neki. Oké. Viszlát, Mr. Uram! Csak mondom, hogy én tudom irányítani a gépfegyvert, és a Krisztián meg a tankot. Ops, ez kicsit sok volt ennek a tanknak szerintem. Mert? Hát mert már mindenféle vészjelzéseket ad. Igen. Aha. Mocskosok! Gyere Máté, pattanj be! Újra hívtam. Yeah. Let's go. Húzzunk el innen, Krisz! Oké, és hogy mertek támadni, büdös rendőrök? Azt egy milyen satisfying egérrel. Lelövöm a helikopátert. Oh, ez az Máté, szép munka! Tudom. Én közben tisztítom előttünk az utat. Nyugi! Nem árthatnak nekünk, tankban, hogy ülünk. Meghazdög! És ez teljesen kifogyhatatlan! Ez nagyon epik! Azaz még egy! Még egy! Azta, micsoda zúzás! Még egy, let's go! Ötös körözés! Ezt nem mondtam komolyan! Vajon jönnek ellenünk tankok? Másik tankok. Hát az epic lenne, a tank Máté! Csata. Le kell ráznunk az ötös körözést! Jó, let's go! Be kell jelölni alagutat. Le kell ráznunk az ötös körözést! Hogy megváltozott ez a videó hirtelen? Ja. Egész más lett. Ja, itt kell kanyarodni. De még jó, hogy ez szinte... Aj, de direkt ott megy ez a helikopter, én ne tudjam lőni. Ja. Sőt, nem szinte egy helybe tud kanyarodni, hanem egy helybe tud teljesen. Még sose ráztunk le Máté ötös körözést, sőt hát csináltunk egy videót, hogy megpróbáltuk lerázni, és ja, nem és tudtunk ötös nem körözést tudtuk. Elérni. Hova kell menni? Ide, föl, itt, ott, oda. Itt menj fel, itt menj fel. Oké, és menjek. Itt. Let's go. Csak a vonat el ne üssön, mert azt szerintem még ez se állítja meg. Ez az. Azaz túléltük. Menj előre. Azért nem véletlenül a tank, az túléli. Csak szembe ne jöjjön. Várjál, itt megvárom, míg elmegy. Oké. Mert ha jön szembe egy tank, akkor végünk vagyis... Milyen sok élete van ennek a tanknak? Ja, Gec, hogy kibírta a vonatot, mi? Máté! Ötös körözés! Itt az esély! Vajon lerázzuk? Ja, kiszálljunk a tankból, vagy célozzunk? Inkább maradjunk benne. Jó, maradjunk benne, és hogyha jön megint a... Az első ötös körözésünket le is rázzuk egyből, vajon? Hát ez nyilván több... Hé! Mi a szar? Ezt most nem mondod, hogy bejött? Menjünk bejebb. Bejött utánunk? Jön a vonat, vigyázz szembe! Jó. 5 star wanted level for 30 minutes. Akkor már neked volt. Az neked. Én legjobbam, az 10 perc. Leráztuk, let's go! Leráztuk az 5 perc, vagyis az 5-ös körözést. Menjünk ki, nézzük meg a káoszt. Ez nagyon OP. Ja, hogy kibírta a vonatot, mi? Hát nagyon durván. Oké, sikerült leráznunk az 5-ös körözést. Juhú! Krisztián, hát ez egy elképesztően nagyon király járgány. Tudod mi a másik kérdés? Na? Az, hogy vajon melyik erősebb? A nagy tank? Vagy a kis tank? Ezt majd egy jövőbeli videóban kideríthetjük akár.
Ez tényleg jó hangzik, Máté, jó kis videót találtál ki. Ha szeretnétek, hogy kipróbáljuk, akkor írjátok le kommentben. És iratkozzatok fel, hogy értesüljetek, hogyha felrakjuk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, hogyha ez tetszett nektek, srácok, akkor nézzétek meg ezeket is, ugyanis ezek is nagyon pöpec királyok. És találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!